Béke és szeretet, kedves nézőkeim, még mindig itt vagyok Montrealban, de abból, hogy a kocsiban ülök, nyilván kitaláltátok, hogy már megint menni fogunk valahová, mégpedig Vancouverbe, a csendes óceánhoz. Na most ez egy elég furcsa ötlet, amikor mindenkinek azt mondják, hogy maradjon otthon, de pont ez benne a kihívás. Meg lehet tenni egy ekkora utat úgy, hogy közben pontosan betartom a járványügyi előírásokat, úgy, mint nem nagyon érintkezem senkivel, csak benzinért állok meg, lakott területen nem szállok ki, és ha mégis, akkor maszkot viselek, így ni. Érdekes, hogy két hónappal ezelőtt, ha még így mentem volna be mondjuk egy 7-Elevenbe, azonnal segest ugranak a riasztó gombra, és természetesen kesztyűt húzok, amit egyébként is mindig szoktam tankoláshoz. Szóval nézzük meg, hogy keresztül lehet-e szelni az egész észak-amerikai kontinenst ilyen szerelésben, ilyen feltételekkel, és ebben természetesen az is benne van, hogy sehol nem keresek szállást, hanem itt a kocsiban fogok aludni, van egy kis kempingfőzőm, azon fogok főzni, a tisztálkodást pedig babakendővel kell megoldani, ha csak nem találok útszéli benzinkútnál zuhanyozót, ami azért előfordulhat. Na nézzük! Láthatjátok, ahogy készül az első útmenti ebédem. Kicsit olyan vegyes, kirándulós, posztapokaliptikus hangulata van az egésznek, ugyanis egy bezárt benzinkút mellett főzögetek, ahol egy lélek sincs, és az úton sem járnak autók mellettem. Hogy miért nem járnak? Azért nem járnak, kérem szépen, mert a helyiek, akik itt Quebec északi részében laknak, itt mentem volna át Ontario államba, azok tudják, hogy ez az út le van zárva, és az előttünk levő megyébe senki se besek ki, mert vesztek zárt. Hát ezt valahogy a hírekben elfelejtették közölni, szerintem erről ki se hallottatok. Érdekes dolgok ezek. Az ebéd egyébként megmutatom nektek, ilyet még úgyse láttatok. Juhar, szirupos, bab, igen, ezt így gyártják, mert ó, Kanada. És gyors is. Ugye most visszamegyek és a 105-ös úton elindulok Ottawa felé, a rendőrök szerint arra még lehet menni. És amint látjátok, már is lefeküdtem, itt fogok aludni a kocsiban, ahogy ígértem. Érdekes lesz, mert odakint -2 fok van, és éjszakára havazást is mondtak, hiába már április vége van. Ugye, ahogy Kanadában mondják azt, hogy megjött a tavasz, nem jelenti azt, hogy vége van a télnek. És azt is remélem, hogy a jávorszarvasok nem találják meg a kocsit, és kezdik el kíváncsian felborogatni. Ugye ők nem azonosak az európai cuki aranyos szarvasokkal, akik ráadásul el is szaladnak, hogyha embert látnak, nem a... A kanadai jávorszarvas az úgy akkora, mint egy nagyobb ló, és ő így megöl, tehát ő így ezzel foglalkozik, ez a fő tevékenysége, hogy megöl. Tehát agyontapos, meg felöklel, meg fölborogatja, hát kocsit talán nem borogatja föl, de szokott neki menni. És ezt is mondják Kanadában, hogy ha kilépsz a városból, akkor vedd tudomásul, hogy ott Moose Land van, tehát a jávorszarvasok földje, hívhatták volna úgyis, hogy Museum, de nem így hívták. Úgyhogy velük kell vigyázni, meg a medvékkel, medve több színben is kapható, de mindegyik ugyanazt csinálja, és végül is tök mindegy, hogy milyen színű, amikor már kibelezett, nem? Hát igen, ilyen ez a Kanada, ezekkel kell vigyázni. Az utak egyébként tökéletesen üresek, hihetetlen élmény, hogy 120-szal lehet döngetni a 90-es tábla mellett, senkit nem érdekel, mert nincs senki az utakon, nem hogy rendőr, az egyébként amúgy sincs, mert a végtelen vadonban, 100 kilométereken át húzódó úton, hát nem fog kiállni a rendőr trafizni, hogyha 6 óra vezetésre van a legközelebbi lakott terület, akkor elképzelhetitek. De most egyébként is a kanadaiak, akik egyébként nagyon szabálytisztelők, hát egy-két szabályt fölrúgtak. Én magam is így 110-zel cammogtam a 90-es táblánál, amikor beállt mögém egy Ford F-150-es, és a márkanévnek megfelelő sebességgel elkezdett levillogni. Hát ezek után én is 120-130-at bevállaltam, és szerencsére sikerült lefaragni a kerülő okozta idő hátrányból, majdnem olyan messzire jutottam, mint eredetileg terveztem. Ma csak más útvonalom. Na jó reggelt! Ilyen szép időnk van!
ennyit a tavaszról. Amit látjátok, itt ért véget az utazás, egy hóbuckára sikerült ráfutnom, amire egy szembejövő kamionnak a szele fújt rá. Érdekes volt, hála Istennek olyan nagyon nagy baj nem lett a kocsinak, mert puha hóba borult, oda lett az egyik tükör, összekarcolódott az oldala, kijöttek ezek a derék rendőrök, ott villognak mögöttem, és hívtak nekem egy vontatót, aki most bevisz engem Hearst városába, ahol majd alszom egyet, aztán majd a többit a biztosítóval megbeszéljük. Látnotok kellett volna a rendőrségi helyszínelést, ez annyi volt, kijött egy szál őrmester a Hearst városi rendőrségtől, és megkérdezte, hogy ittam-e, drogoztam-e, telefonáltam a vezetés közben, téli gumi van-e a kocsin, nem, akkor jó, akkor maga nem hibás, eljárás le van zárva, tessék itt a papír, mehet a biztosítóhoz. Semmi méricskélés, még csak meg se szondázott, ennyi volt az egész. Hát tudják, hogy télen csúszik az út, ennyi, hát ezt nem kell bebizonyítani. Egyébként volt egy tanú is, egy mögöttem vezető hölgy, ő hívta egyébként a rendőrséget nekem, mire kikászálódtam a tetőablakon. Ő mondta, hogy egyébként nagyon szépen megfogtam a csúszást, mondom, köszönöm szépen, reflexből ment, mert ösztönből úgy kezdtem kormányozni, ahogy gyerekkoromban, amikor a biciklivel faroltunk, hát kiderült, hogy autónál is így működik. Az más kérdés, hogy a tükörjégen azért ezt nem sikerült megállítani. És az árokba borultam bele igazából, de most megnéztem a GPS logert, ami folyamatosan ment, és 32 km-es sebességgel haladtam a balesetnél, tehát még azt se lehet mondani, hogy nagyon felelőtlenül vezettem volna. Viszont valami ordinári hideg volt, és még jó, hogy motelben töltöttem az éjszakát, ugye volt ez a szabály, hogy vészhelyzet esetén megszakítom a koronavírus travel challenge-et. Hát mínusz 18 fok volt a Google szerint éjszaka, még reggel is mínusz 17, de a szervizben azt mondták, hogy az ő külső hőmérőjük, amikor reggel 8-kor bejöttek, mínusz 23-at mutatott, mert az árnyékban volt. És hát a kocsi is ott volt leparkolva, mondanom sem kell, az összes cuccam szarrá fagyott, kaja, minden. Nem tudom, láttatok-e már fagyott, borotva habot, pontosan úgy néz ki, mint a nem fagyott, csak olyan hideg, hogy ráfagy a kezem még most is, pedig már vagy 20 perce behoztam. Próbálnék vele borotválkozni, de nem nagyon fogok, ahogy kinéz. A kocsi szerencsére rendben van, semmi baja nincsen, felfüggesztések, fékek rendben, motor tökéletesen duruzsol, csak hát ugye optikailag egy kicsit hiányos szegényként. Éppen most taknyolják össze a törött lemezeket popszegetsel meg duct tape-pel, de amint végeznek, egy 10-15 perc múlva megyek át, és már is indulhatok tovább Vancouver felé, és csak mintegy 500 dollárunkba került ez az egész a vontatással, a motellel meg minden. Hát majd meglátjuk, hogy a biztosító kifizeti-e, de a rendőrség szerint ki kell nekik. És ez itt már felső Ontario, Thunder Bay District, de még nem Thunder Bay városa, az még egy jó 350 km. Ez itt Marathon város határa, ahol megálltam egy kis autóbontóban, hát ha találok alkatrészt a kocsihoz, de sajnos nincsenek nyitva, úgyhogy csak ebédelek és megyek tovább.
Mögöttem láthatjátok a világ egyik legnagyobb édesvízű állóvizét, ez a Lake Superior, amelynek partján Thunder Bay is fekszik. Innen a Trans-Canadian Highway-ről, egy magaslatról nagyon szépen látszik. Íme, kedves nézőkeim, itt láthattok egy karibut, azaz egy észak-amerikai szarvast, aki éppen ott legelészik, ahol én pihenőre térni készülök. Volt egy párja is, aki erre elszaladt a sötétbe. Szóval, szia karibu, ő nem veszélyes, ő aranyos, ő húzza a télapó szánját errefelé. Karácsonykor persze ilyenkor szabadságon van, mint látjuk, nincs is rajta szán. Meg télapó sincs itt. És meg is találtam a helyemet egy parkolóban, ami egyébként egy emlékműhöz tartozik. Volt egy fiú, aki, itt láthatjátok az emlékművet, persze már a holnapi nappali fényben, műlábbal végig akarta futni Kanadát. Sajnos csak fél útig sikerült neki, de így is az Atlanti-óceántól Thunder Bay-ig jutott. Sajnos meghalt, de nemzeti hősként tisztelik, teljes joggal egyébként. Nem csak itt van neki szobra, bár ez jóval nagyobb, hanem Ottawában is a parlament és a miniszterelnöki hivatal között, a kanadai nemzet hősei között, mindenféle katonatisztek, politikusok és egyéb építők között ott van az ő szobra is fölállítva. Egyébként Thunder Bay ugyanolyan ronda, mint volt, különösebben nem érdekes, annyi csak, hogy jóval nagyobb, mint azok a pici városok, ahol eddig megállogattam, nem ilyen 500-an meg 1000-en lakják, hanem 10 000-en, de mint ahogy ezeken a képeken láthatjátok, amiket útközben vettem föl, errefelé, és az egész Kanadára igaz, nem a városokat kell nézegetni. Ez nem olyan, mint Európa, hogy elmegyek Franciaországba, akkor megnézem Párizst. Nem, megnézheted itt is Torontót vagy Montrealt, persze nagyon szépek, de nem ez az igazi szépség itt, hanem ez a zabolázatlan vadon, ami még az országútról nézve is fantasztikus, hát még ha elkezdesz benne kirándulgatni, és elkerüled a múzokat, meg a medvéket, meg a farkasokat, meg blablabla, de fantasztikus élményekben lehet részed, akár hogyha elmész egy tóhoz, egy vizitúrára, vagy pecázni, vagy bármi. Ezt bárkinek nagyon tudom ajánlani egyébként, aki nem tudja, hogy hova menjen nyaralni. Igen, a repülő egy sokba kerül, ahhoz képest, amiben mondjuk egy görögországi utazás, de ilyen élményt nem nagyon találsz Európában. Már 300 kilométert tettem meg Thunder Bay óta nyugat felé, és még mindig Ontario tartományban járok, meg se közelítettem még Saskatchewan határát, ami a következő vállam lesz. Igaz, hogy már sikerült átmennem egy másik időzónába, és immár 7 órával vagyok mögöttetek, 6 helyett. Vancouverig még 3000 kilométer van hátra. A dolog kellemetlen oldala, hogy a kanadai kormány egy mai rendelkezésével bezáratta az összes nyilvános WC-t az országban. Jaj! De legalább kezd meleg lenni, ma éjjel végre nem fogok odafagyni a hátsó ülésre. Ez a vidék már nem olyan érdekes és vadregényes, mint a Thunder Bay előtti terület, az a néhány száz kilométer. Itt egy hosszú lapos síkság kezdődik, ami messze átnyúlik Saskatchewanba és majdnem egészen a csendes óceánig ér. Hát addig majd valamivel elütöm az időt vezetés közben, mondjuk vezetéssel. Különben, aki nem szúrta ki, hogy mekkora marhaságot mondtam az előbb, miszerint Saskatchewan a következő tartomány, azt ezennel magammal együtt megbuktatom földrajzból, ugyanis Manitoba következik, Saskatchewan csak utána, már valóban mind a kettő lapos. Mai célállomás Brandon, Manitoba, még körülbelül 700 km. Ezt a Brandon biztosan nem arról a lakatos Brandonról nevezték el, aki egy emlékezetes Facebook videón cigit dugott a csecsemője szájába, de abban is biztos vagyok, hogy a Brandon baba áruháznak sincs hozzá köze. De hogy megtudjuk, hogy melyik Brandonról nevezték el, majd ott körbe kérdezem a helyieket. Aztán, hogyha azt mondják, hogy mégiscsak a lakatos Brandonról, akkor nagyon meg fogok lepődni. És íme, drága kedves nézőkeim, itt vagyunk a nagy manitobai síkságon. Meg is mutatom nektek, amit látni érdemes belőle. Ennyi. Ez 1000 és 1000 kilométeren állna, jó nem, de 100
és 100 kilométeren át. Valahol arra felé van Winnipeg, most már 100-valahány kilométeren belül, ami ugye a tartományi főváros. Annyit érdemes tudni róla, hogy Kanada legrosszabb közbiztonságával rendelkező város, a második egyébként Thunder Bay. És ezennel visszavonom, hogy csak Quebecben nem tudnak utat építeni. Na ezért járnak ezek ilyen nagy pick-upokkal. Nézzétek meg ezt az aszfaltot, ez egy bazd meg az első osztályú Trans-Canadian West, mint ott a táblán láthatjátok és el tudjátok olvasni. Van pofájuk ilyen aszfaltot letenni a tartományi főváros körül, mert úgy valahol ott a fák mögött van Winnipeg. Különben itt láthatjátok azt, amit Manitobából látni érdemes, azon kívül, hogy pocsék az út, de annyira, hogy ki is táblázzák, látjátok 26 km Winnipeg, hogy ilyen lapos, és így nincs benne semmi. Na, elfogytak a lyukak, nem fogytak el, ott folytatódnak. Szóval ezt, ha el nem harapom a nyelvem, azt akartam mondani, hogy szép dolog a nagy alföld, de erre vagy 200-szor ráférne. Jé, ez marha jó. Nem is tudtam, hogy a telefonomnak van egy ilyen selfie önmegvilágító üzemmódja sötét esetére. Hát akkor most jobban láthattok. A ma esti helyszín Brandon, Manitoba, olyan 30 kilométerrel vagyunk a város előtt, egy országút menti parkolóban. Azért döntöttem úgy, hogy megállok, mert besötétedett, és gyanúsan kezdtek gyülekezni a szarvasok a leállósávban, hogy egy autó alá vessék magukat, ez errefelé szokásuk nekik, ők ilyen távoli rokonai a lemmingeknek. Hát de ne az én kocsim alá ugorjanak, hát ott a sok kamion, az nagyobbat is üt, úgyhogy én inkább megálltam. És most pihenő van. Egy kicsit igazságtalan voltam a manitobai utakhoz, mert egyáltalán nem az az átlag színvonal, amit Winnipeg környékén tapasztaltam, ez a rázkódós pocsék aszfalt, hanem az országút nagy része igazából nagyon jól megépített autópálya, szinte német alapossággal. Ott Winnipeg környékén ott valami nagyon kutyaütő társaság működhet, mert tényleg úgy néz ki az út, mint amit csak így kiborítottak egy csomó aszfaltot, elhengerelték úgy, ahogy ezt jó van, még a széle sincs eldolgozva. De borzasztó rossz minőségű. De itt a út közben egy nagyon, nagyon jó útpálya van. Nyugodtan lehet rajta 130-140-del száguldozni, jó, hivatalosan nem kéne, mert 110 a sebességhatár, néhol 100, a régi szakaszokon 100. De senkit nem érdekel, és mivel az autópálya tervezés kimerült annyiban, hogy A város, B város, vonalzó, aztán zsa, úgyhogy innentől kezdve túl sokat nem is kell odafigyelni a vezetésre. Kis túlzással azt is mondhatnám, hogy nyugodtan lehetne aludni a célállomásig. Ez annyira nem igaz, az viszont állítólag igen, hogy itt a rendőrség elég gyakran állít meg autósokat, mert vezetés közben olvasnak. Szóval ennyire működik ez. Fura látvány egyébként ez a horizontól horizontig nyíl egyenes autópálya, ilyet nem nagyon lehet Európában látni, hát az USA-ban valószínű igen. Az is érdekes, hogy ennek ellenére vannak szintbeli kereszteződések. De nem hídon mennek át fölötte az alsóbrendű utak, hanem egyszerűen stop táblával keresztezik, és azt látod, hogy a távolban így ott megy a Farmer Johnny a kis teherautójával keresztbe előtted. Jó, hát 4-5 kilométerre van tőled, tehát senkit nem érdekel, talán ezért is van ez a furcsa megoldás. Ugye Farmer Johnny se hülye, hogy kimenjen a kamion elé, hát hogyha igen, akkor Isten nyugosztalja. De ilyet én még nem nagyon láttam, sőt, vannak rajta lámpák. Tehát időnként lámpás kereszteződés van az autópályán. Csalóka azért, mert itt azért az autópálya definíció nem egészen ugyanaz, mint Európában. Ott ugye egy nagyon magas színvonalú, főleg a németek által kitalált kódex van, hogy mit lehet autópályának nevezni, itt meg egyszerűen csak highway. Aztán melyik állam hogy értelmezi, ugye Ontarióban ez a kétsávos út volt a highway, itt meg ez az autópálya a highway. Szóval ezek ilyen laza gyerekek. Holnapi program, tovább Saskatchewanba, addig is aluszkálok itt egy kicsit. Megcsodáltam egyébként a csillagokat, na az meg a másik, amit sose látni Európában, ilyen szép tiszta égboltot nem látni arrafelé, most messze vagyunk mindenféle várostól, csak nagyon kicsi települések vannak a környéken egy pár száz kilométeren belül, és nem nagyon van fényszennyezés, tisztán látszik a tejút, az összes csillagkép, stb. Montrealban egyáltalán nem látom a csillagokat egyébként, még tiszta égbolt esetén se, néha halványan egy kicsit a Vénuszt ki lehet szúrni, de ott óriási a fényszennyezés Torontóban is. Hát itt nem. Kíváncsi lennék, hogy milyen egyébként fönt éjszakon a teljesen kihalt területeken, például Nunavutba. Mondjuk csak azért nem fogok olyan messzire elmenni.
Szóval holnap Saskatchewan, ha elérem, meglátjuk. Ó, igen, és hivatalosan is áthaladtam Kanada közepén, ugyanis láttam egy táblát az autópályán, ami büszkén hirdette, hogy ez itt Kanada hosszúsági földrajzi középvonala. Tehát ezt is láttam. Jó éjszakát! Az utazás folytatódik, különösebb esemény nélkül és mindenféle felhajtás nélkül átértem Saskatchewanba, ahol egyébként még egy üdvözlőtábla se volt kitéve. Manitoba és Saskatchewan között rendkívül kevés a különbség, talán egy kicsit több kanyar van az úton, és itt már nagyon-nagyon komolyan veszik ezt az egész vírus dolgot, ugyanis aki meg akar állni, annak 14 napra karanténba kell vonulnia, mármint persze nem tankolni vagy ilyesmi, hanem aki itt akar lakni, aludni, dolgozni, stb. Vagy egy másik tartományból jött haza. Elég nehéz emiatt vizet szerezni, letértem az útról egy tábla miatt, ami ivóvizet jelzett, hát benzinkutat találtam, de ott se tudták megmondani, hogy a víz hol van. Végül itt a kisvárosban, a vegyesboltban volt egy kedves néni, aki föltöltötte a ballonomat, úgyhogy most van víz, mehetünk tovább, de egyre nehezebbnek tűnik ilyen alapdolgokat ellátni útközben, hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mire British Columbiába érek, ami még legalább egy kétnapos út, de már közelebb vagyok a csendes óceánhoz, mint Montrealhoz. És ismét nyugovóra térek, ezúttal ne kérdezzétek, hogy hol, mert nem figyeltem meg, hogy hívják ezt a várost, már sötétben érkeztem be. Majd reggel megnézem a térképen, hogy hogy hívják, és nektek meg nem mondom el, mert így jártatok, találjátok ki. Egyébként a mögöttem látható terepszakaszból és abból a lámpaoszlopból kellene kitalálni, hogyha valaki nagyon vágja a Google Maps használatát, az próbálkozzon meg vele. Annyit segítek, hogy ez már Albertában van. Igen, tegnap hülyeséget mondtam, Saskatchewan után nem British Columbia jön, de mindegy, földrajzból kétszer is megbuktam ezek szerint egyetlen utazás alatt. Saskatchewan érdekes, de nem túl érdekes, nagyjából ugyanaz, mint Manitoba, csak nem teljesen sík, hanem dimbes dombos. Az út is egy kicsit jobban kanyarog, viszont nagyon érdekes volt megfigyelni a síkság fölött alakuló időjárást, illetve a zivatarcellák megformálódását, amiről nagyon látványos videókat és fényképeket is készítettem, tessék, itt láthatjátok az egyiket, ez egy timelapse felvétel. És volt egy pár kilométeres szakasz, ahol úgy esett rám az eső, hogy szó szerint csak a szélvédő jobb oldalára esett, a bal oldala száraz maradt, tehát ilyen elég érdekes vihar meg eső felhők mászkálnak itt. Na szóval, Alberta megint csak ez a része nem túl érdekes, hiszen ugyanaz a dimbes-dombos vidék folytatódik, mint Saskatchewanban, egy kicsit nagyobb dimbekkel és dombokkal, mert közeledünk a hegyekhez ismét, lassan véget ér az amerikai préri, és eljutunk a csendes óceánt határoló gyűrt lánchegységig. Hú, mennyire zseni vagyok földrajzból, csak nem most égtem volna be vele kétszer is, de mindegy. Ettől függetlenül ezek tényleg gyűrt lánchegységek, amelyek előttünk állnak, és egészen Vancouverig tartanak. Ha jól számolom, még nagyon 16 óra folyamatos vezetés várna rám, már ha ennyit vezetnék folyamatosan, tehát még egyszer alszom az országúton, mielőtt Vancouverbe érek. És most egyébként nem az autópályán haladok, amit majd hamarosan megtudjátok, hogy miért. Most jó éjszakát!
megálltam egy kicsit történelmet nézni, ez itt Fort McLeod, Alberta még mindig, és amint látjátok, ez egy igazi 19. vagy 18. századi fölött erőd. Ugye ilyeneket vagy nyugati filmekben volt szokás látni, bár ez nem Amerika, hanem Kanada, tehát ez a vörös kabátosok, tehát az angol hadsereg egyik erődje volt. És az országút a mai napig azon a vonalon húzódik, amit ilyen és ehhez hasonló erődök biztosítottak annak idején, mind az amerikaiaktól, mind az indiánoktól, meg mindenki mástól, aki errefelé rosszalkodni akart és a puskájukat. Első British Columbiából elköltött ebédem, egyébként valami pattájszerűség akar lenni, legalábbis az volt ráírva. Hát itt vagyunk a festői Canadian Rockies-ban, azaz a kanadai szikláshegységben. Ez a környék főleg arról lehet nevezetes a magyar közönségnek, hogy az összes amerikai film, ami ilyen festői, hegyes, völgyes tájak között játszódik, azt általában itt forgatják, például a Twin Peaks sorozat, vagy a Rambo, tehát a First Blood az első rész, és még sokan mások. A mögöttem levő erdőben nagyon sok medve lakik, percenként mennek arrafelé kirándulók, nagyon kedvesek, köszönnek, de kifelé még egyet sem láttam jönni. Kérem, a medve nem játék. Egyébként ez itt bányavidék, mint tanúsítja az itt felállított faépítmény, és rajta a tábla, hogy ez az utolsó, még meglévő fából épült olajfúró torony British Columbiában 1908-ban épült. Illetve egy kicsit arrébb látható egy kis bányavonat is, amely szenet hordott ki a bányából, de nem a Zoltán tárnából, az nem itt van. Most, hogy British Columbia körülbelül kétharmadát már magam mögött tudom, elmondhatom bátran, hogy ilyen gyönyörű helyen, nem mondom, hogy még nem jártam életemben, de elég ritkán fordul elő. Talán egy kicsit Svájchoz tudnám hasonlítani, vagy az Olasz Alpokhoz, de annál jóval nagyobb, és sokkal vadabb is, hiszen itt is igaz az, hogy elég ritkások vannak a települések. Akár 100 kilométereket is lehet autózni, csak éppen itt nem nyílegyenesek az utak, hanem zegzugos hegyi szerpentinek. Néha elég veszélyesek, főleg így, hogy zubogó esőben tettem meg az út nagy részét. Egészen pontosan az esőfelhőben magában, mert jóval 1500 méter fölött jártam, és ebből néha köd lett, ami vadul esett. Hát ennyit tudok róla elmondani. Ó, igenis, hogy mit csináltam Grand Forksban, ebben a kisvárosban, ami kb. 5 kilométerre van az amerikai határtól. Én valahogy mindig az amerikai határ környékére vergődöm. Talán mert Kanada lakható része végül az amerikai határ mentén van. Azért mentem oda, mert lakott egy kedves középkorú hölgy, aki egy apró hirdetési oldalon meghirdette, hogy 125 dollárért megvásárolható nagy becsben tartott, és mintegy 40 éves Apple II családi számítógépük, amire én azonnal le is csaptam, mint gyűjtő, hiszen ilyesmit 5-600 dollár alatt nem lehet megúszni. Úgyhogy most már van egy Apple II-esem is. Mit kell tudni erről a masináról? Ez egy 6502-es, MOS 6502-es processzor köré épült kis számítógép, elég komoly ipartörténeti jelentősége van, nézzetek utána, és másik érdekesség, hogy a Terminator című filmben, amikor a T-800-as nézelődik, és így a vörös látványon így fut egy forráskód, az egy ilyen Apple 6502-es kernel kódja. Tehát a lényegében az operációs rendszerének a gépnek tudott akkor látni. Húha, elég rendesen esik, halljátok? Egy újabb este következik itt a kocsi hátsó ülésén, már egész megszoktam. Túléltem ezt a menetet is, annak ellenére, hogy elég sokszor találkoztam az utakon, nem csak az úton lazán átkóborló szarvasokkal, akik rá se hederítenek a feléjük tartó autókra, sőt, egyet majdnem sikerült is kivasalnom, szerencsére sikerült fékeznem, hanem azok miatt a vad kenukok miatt is, akik valamiért úgy gondolják, hogy muszáj éjszaka 120-130-al tépni a 90-es tábla mellett, és letolni mindenkit,
De most azt még érteném, ha ezt valami menő sportkocsival csinálja valami jaszkari hülye gyerek, de amikor a költöztető furgon pótkocsival 130-al kezd előzni, hát egy kicsit elgondolkodom, hogy ezeknek van életösztönük, és még egyszer mondom, sötétbe borult út, ahol szarvasok kóborolnak. De nem egy-kettő, hanem mindenhol. Jó, hát ők tudják, hogy mibe akarnak meghalni. Az említett költöztető autó egyébként majdnem egy perccel előbb érte a következő városba, mint én, ahol egyébként az úti célja volt, mert bekanyarodott egy házhoz és megállt, tehát ezúttal is gratulálok neki, ha netán nézi a vlogom. További észrevétel, olyan gyönyörű tiszta az ég, hogy nem csak a csillagokat lehet nagyon szépen látni, annak ellenére, hogy felhők is vannak, hiszen egész nap esett, hanem az új holdból nem csak a sarló látszik, hanem szabad szemmel tisztán ki lehet venni a sötétbe borult részét a holdnak. Hát ilyet még sose láttam, sőt egy még videón is sikerült úgy, ahogy visszaadni. Még mobiltelefonnal is így föl lehet venni. Elnézést, a csillagokat nem mutatom meg, de azt mobillal egy kicsit nehéz, még egy ilyen jó telefonnal is. No, holnap folytatódik az út, és megnézzük, hogy helyén van-e még a csendes óceán, illetve hogy néz ki Vancouver. Hát nem ettek meg a medvék, sőt, még az időjárás is egész jó. Most már nem azzal indul a nap, hogy gyorsan be kell indítani a motort, nehogy megfázzak, hanem egyszerűen ki lehet szállni a kocsiból. Azért meleg nincs. Mint egy tájékoztató tábla hirdeti, ennek az országútnak a helyén eredetileg vasút épült volna, még a 20. század elején, és az ott fönt, az a töltés egy mellékvágány lett volna, csak nem épült meg, ugyanis két vasúttársaság versenyzett a jogokért, hogy délről északra vonalat vezessen, tehát az Egyesült Államokból Kanadába. És végül 1916-ban a kisebbik társaság feladta, miután az elnöke meghalt, és így aztán a Canadian Pacific Railway, amely a mai napig működik, építette meg a vonalat kicsit máshol. Filmrajongóknak talán ismerős lehet a mögöttem levő hegyvonala, ez ugyanaz a hegy, amelyet a First Blood, azaz Rambo című filmben lehet látni. Igen, ezen a környéken kergette egymást Sylvester Stallone és a Brian Dennehy által alakított sheriff és emberei. Brian Dennehy egyébként éppen néhány napja halt meg, Isten nyugasztalja. Ez pedig itt Hope városa, British Columbiában. Where are you? Oh, that's Sylvester Stallone. Yeah. Is that the one you're looking for? Yes, yes, exactly. Oh, exactly. Okay. Yeah. Yeah, it looks familiar. So this happened right here on the right street? Right here, yeah. Because this is our building. We got burned down 2 years ago, so mm-hmm. This is a new building now. Mm-hmm. Otherwise, before, it would be the same. Yeah. Interesting. You can see the outside. I can show you here. Did you see this one? Yes. That's this one. Uh-huh. So this car was parked right where my car is parked right now. No. This little car was parking right here. A little here. Yeah. See, okay. You can see there's a drain. Uh-huh. Here, that's this one. Uh-huh. Yeah. So here's the drain. So the car was standing here. Uh-huh. Yeah, got it. Right there, yeah. Get it. Uh-huh. All right. Interesting. Thank you very much. No.